Ennek Bécsben vagyunk, a Bangassa és a Petrarca Gasse sarkán. Itt található a Magyar Nagykövetség Bécsben. Engem Tóth Ádámnak hívnak. Kreatív Ellenállás Bécs egy tagja vagyok, bármit is jelentjen ez a szervezet. Legutoljára 3-4 éve a Netadó kapcsán vonultunk utcára, és most ugyanezt a helyszínt megtaláltuk. Nagyon gyorsan lett bejelentve a tüntetés, tehát vasárnap este találtuk ki, hétfőn bejelentettük, és 48 óra belül 250-nél is több ember van jelenleg. Van egy ilyen aktív magyar politizáló közösség itt Bécsben? Több is van, tehát többek között én a Momentum Bécsnek a tagjait ismerem, de tudok arról, hogy más szervezetek is működnek, és valamennyire tudunk egymásról, de nagyon-nagyon keveset dolgozunk együtt jelenleg. Milyen a kötődésetek így a hazai politikai viszonyokhoz? Hogyan tudtok valahogy beleszállni, hozzászólni? Beleszállni nem szeretnénk, viszont szimpátiatüntetést legalábbis mi nagyon szívesen tartunk és nagyon szívesen szervezünk. Nekünk az a célunk, hogy vannak olyan körülmények, amelyek számunkra, akik Ausztriában élünk, számunkra adottak, és számunkra az élet természetes részei, és Magyarország egyre távolabb kerülettől a képtől. Tehát amikor én még 14 éves voltam, akkor is hallottam már ezt, hogy na majd 20 év múlva utolérünk Ausztriát, most már eltett pár idő, és vagyok 14 éves, és ugyanazt a szöveget hallom megint sok embertől, hogy 20 év múlva, vagy 30 év múlva utolérünk Ausztriát. Hát ezzel a lendülettel soha nem fogjuk ezt ki. Ez így kijelentető. Ez mondjuk evidens volt, hogy az embernek itt is, ha szerveznek tüntetést, eljön, ha már nem tudott hazamenni. Azt reméljük, hogy lesz belőle valami, legalább egy kicsit egy karcot kap a rendszer, ami nagyon hasonlít ahhoz, ami régen volt, 90 előtt, amikor még én is Magyarországon éltem. És ez elkeserítő, nem ezt akartuk. Amennyire szerencsére most az internet korában élünk, tehát amennyire az ismerősöket láttam meg a különböző komment folyamokat, azért nagyon sok külföldi magyar követi az eseményeket. Nyilván én nekem volt szerencsém mindenki költözni, most már kint élek majdnem 2 éve, de a családom és a barátaim többsége még mindig Pesten van, bár szinte mindenkiben megfordult már az, hogy ő is külföldre költözzön. Szóval egyértelműen, amerre halad a politika, az nem ideális, mert egy diktátor van a nyakunkban. Diktátor! Diktátor! Diktátor!